Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe középtávú ingatlan bérbeadás. Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyveket, enyém az Ingatlanos Álmok Klub, ahova most tudsz jelentkezni. Illetve legyél ott ugye a Kidurran az Ingatlan Lufi című előadása van 27-én vasárnap 10 órakor, várlak szeretettel. Iratkozz fel nyilván a hírlevelemre és küldeni fogom a linket. No, ez a középtávú, ez azt jelenti, hogy van a hosszú távú, amit én magam is csinálok, tehát családoknak adok bérbe, stb. Beköltöznek, bevackolják magukat, és átlagban egy a másfél évet minimálisan eltöltelek nálam, valaki jóval hosszabb időt, és érik a boldog mindennapjaikat. Ugye rövid távú is szerintem világos sok embernek, tehát ezt az Airbnb, ami most egy picit haldoklik, ugye a Covid hatására, de nyilván egyébként tehát minden hullámhegyek, hullámvölgyek vannak az életben, tehát előbb-utóbb ez természetesen vissza fog állni, tehát nem kell megijedni. Most egy picit nehezebb, de ugye 7 bő esztendő, 7 szűk esztendő, ez ilyen egyszerű, hogyha nem is 7 évről van szó, de nagyjából vannak valamilyen ciklusok. A középtávú nagyjából azt jelenti, hogy egy 3-4, maximum fél éves időszakra adott ki az ingatlant. Itt elsősorban egy jó célcsoport lehet egyébként a külföldi célcsoport. Természetesen magyar célcsoport is jó erre, például építkezek, max fél évre kell csak kiköltöznöm, vagy elettem az ingatlanomat, ki kell költöznöm, de még nem tudtam másikat venni című dolog. Tehát itt is össze kell rakni azokat a fajta célcsoportokat, amiről én ugye a klubban beszélek, és ugye a havi előfizetéses klubban is elég komoly anyag, hát egy kb. Egy 8 órás anyag van már fönt róla, tehát hogy csak azért, hogy lásd ér ez a súlyát, hogy amennyiben ezek rendben vannak, célcsoport, stb., akkor könnyedén mennek ezek a dolgok, ha nincsen rendben, és nem letisztult, úgy értem a letisztultat, hogy a másik oldal is érti, nem csak te, akkor ezek nehezebbek, tehát nem egyszerű dolog ezt összerakni, maradjunk ennyibe. Nyilván ezért is csináltam a havi előfizetéses klubot, hogy ott olyan tananyagokat adok neked, amit ha megfogadsz és csinálsz a gyakorlatban, akkor én úgy gondolom, hogy milliókat fogsz vele keresni, 1000 százalék, és könnyebben, mintha csak magad próbálnál mindent kisakkozni. Tehát a középtávú ingatlan bérbeadás ezt jelenti, ezek lehetnek egy jó célpiacok, tehát akik építkeznek, kiköltöznek, tehát valami pont egy ilyen érett helyzetben egy változásuk van, és tényleg nem hosszú időre akarnak, és nagyon sokan vannak úgy tényleg, hogy félnek is tőle, hogy jó, hát én csak 3-4 hónapra akarom bérelni, az nem probléma, stb. Jó, tehát hogy nagyon sokan félnek is ettől, nehezen találnak egyébként ingatlant ezek az emberek. Ez sem lehet egy rossz célpiac, illetve külföldiek, akik egy pár hónapot eltöltenek Magyarországon, és utána mennek haza. Nyilván itt annyi előnye van ennek, hogy fel sem merül bennük, hogy esetleg ő bent maradok és nem költözök ki címmel, ugye, mint a hosszú távonál, hát ő nyilván automatikusan el fog menni. De ez ezt jelenti, és ezek lehetnek a célcsoportok. Ha te ilyennel akarsz foglalkozni, nyilván egy icipicit több munka, nem annyira passzív, mint az én hosszú távú bérbeadásom, de azt mondom, hogy nem annyira aktív, tehát ez még kezelhető méretű. Ehhez természetesen azért maradjunk annyiban, hogy javarészt be kell bútoroznod az ingatlan, és én arra is rákészülnék ilyenkor a te helyedbe, hogy esetleg a bútoroknak, hogyha valaki költözik innen oda, élethelyzetváltozás, stb., esetleg azt is eltároltatni. Tehát például egy családi ház ugye erre nagyon alkalmas is lehet, erre a fajta középtávú bérbeadásra, és pontosan ezek véget. És itt azért jó ez a célcsoport, hogy ugyanúgy, mint az Airbnb-n, tehát a rövidtávú bérbeadásnál, hogy nem annyira árérzékeny. Mert itt vagyok egy-két napot, jó, hát kicsit drága, de le van ejtve, mert egy-két napot vagyok úgyis csak itt, vagy egy hetet, tehát ott, vagy mikor nyaralsz például, ott egy picit nagyobb összeg is belefér, szívod a fogad, ott tegye meg a fene, de kifizeted. Na a középtávonál is még ez az árérzékenység nem olyan magas, mert ő örül, hogy egy pár hónapra talált magának valami kis ingatlant, és emiatt ez is egy elég jó jövedelmező üzletág lehet, hogyha valaki erre rááll, és ezzel akar foglalkozni. Egy hosszú távon ám egy picit árérzékenyebbek, vagy pedig nyilván kínálnod kell nekik valamit cserébe, hogy ez miért annyi amennyi, de középtávon ám még nem a legárérzékenyebbek az emberek. Eladta az ingatlanát például, elvileg van pénze, hát lehet, hogy szívja a fogát, hogy most nem havi 120-ért találtam, hanem itt tudom én 180 vagy 200-ért, de legalább találtam, nem érdekes, elkárolom, és akkor megyünk tovább. Tehát többet ki lehet belőle hozni lényegesen, mint egy hosszú távú bérbeadásból. Egy picit több munka is,
talán több marketing tevékenységet igényel, de én úgy gondolom, hogy megéri. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézték, kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, és akkor küldeni fogom majd a linket, és legyél ott a Kidurran az ingatlan lufi 2022-ben című előadásomon. Szia!